Adományokkal, a szállítás biztosításával, illetve szálláshelyekkel próbál segíteni a moldvai Csángó Magyarok Szövetsége az Ukrajnából érkező menekülteken. Pogár László, a szövetség elnöke híradónknak elmondta, a határokon nagy szükség van a tolmácsok jelenlétére, mivel nehezen működik a kommunikáció a menekülők és a segíteni vágyók között. Rengetegen próbálnak adományokkal, akár szállás lehetőséggel segíteni az orosz-ukrán háború elől menekülő személyeken. A moldvai Csángó Magyarok Szövetsége is adománygyűjtést szervezett Ferdinándújfaluban. Pogár László, a szövetség elnöke híradónknak elmondta, mindössze pár óra alatt nagy mennyiségű tárgy és pénzadomány gyűlt össze, amit azonnal Szeletvásárra szállítottak. Emellett egy ukrán családnak ingyen ellátást biztosítottak a faluban működő panzióban, majd megoldották a Németországba való továbbállásukat is. Pogár László szerint a menekülők nagy része nem tervez megszállni az ország területén, csak tovább utazni próbálnak. Néz ki, hogy csütörtök éjszaka tervezünk, hogy három autóval is menni ilyen mikrobuszokkal. Vállalkozók is beszállnak, mondói vállalkozók, a Csángó vállalkozók, akik adományoznak szállításba, stb. És visszafele úgy tervezünk, hogy azt, akinek tudunk segíteni, hogy a szükséges szállásba vagy a további utazását leszervezni, szintén jó szándékú emberekhez fordulni, akkor mindenképpen meg tudjuk tenni. Hozzátette, a legnagyobb hiány a tolmácsokban van, és így rendkívül nehezen működik a kommunikáció. Emellett a pénzadományok, illetve a személyszállítás biztosítása jelenti a legnagyobb segítséget. Azt tapasztalták, nagy a fejetlenség a határon, főként a hatóságok részéről, viszont a civilek jelentős munkát végeznek itt is.